Peki, értsd már meg, most én buszsofőr vagyok. Ez a OMSI 2, a Euro Bus Simulator 56-os sorszámozott része. És nem érek rá neked ilyen olasz, ilyen festett szőke, alkohol borpálatú ribancokat, már elnézést, így beszélek, elrabolni. Hát tudd már, hogy hol a helyed, Peki? Hát de nem, éppen mostan tesztelem én ezt a buszt, ezt a gyönyörű kis járművet, megnézem, hogy miért jobb ez a busz. Sokan azt mondják, hogy ez a busz jobb, mint egy Camry-t, jobb, mint egy Banshee. És én most már hiszek nekik. Hát nézzét, nem gyönyörű, olyan beautiful, mint körönvágás után az ujjam. Olyan nagyon gyönyörűen szép ez a busz. Cipófej, ne a Spin Tires-szal játszál, azzal a orosz földön játszó, sárban dagonyázó terepjáróval, közlekedő játékkal, hanem bus simulator-özzé, érted? Grossites busszal menjünk most. Megyünk a Play It-re. Ha egyszer nagyon híres leszek, veszek egy, meg gazdag is, az beleszámít, az fontos, veszek egy buszt, nem én fogok vezetni, nyugodjatok meg, felveszem minden nézőmet, aki jönni akar a Play IT-ra, és megyünk. Busszal megyünk, közlekedünk. Közben olyan örömlányokat viszem fel a buszra is. Ott eltáncigálnak, hogyha valaki esetleg nem úgy érzi, a kiskorú, akkor pluszba azért még egy-két olyan földi magyaros csokoládét vásárolunk. Nyugalom. Kicsit nem hangos a játék amúgy már, de zene. Nagyon hallom ezt a romantikus kis pamacsolást. Na mindegy, Peki nagyon-nagyon teljesen anyával kell foglalkoznom. Anya épp most is parkizó kórospákba azt szökött ki. Három taxit ötte el, de csak a taxiknak lett baja. Szóval azt hiszem fel kell hívni Grace-it. Hiába akartam most Ray-ba csinózni, de attól még Ray-ba csinózhatunk ebben a részben. Stevie, igen, Bohan, egy terepjárót kell ellopnunk, meg még van egy másik üzlet, egy ismeretlen. Azt hiszem, te kerestél az autóügyben. Jaj, ez Gracie. Érdekel még. Ha igen, hív fel reggel 9 és este 8 között Gracie XX. Az XX-t miért kell oda tenni? Nem vagyok még a macár. Nem kurtunk még. Akkor most mi? Mindenkinek XX-et küldöl, mi? Azért olyan szexista az egész Maison at Nine Club, mert ott van Gracie. Bemegy Gracie, egyből lehull már a ruha. Hallod, lassan már mesztelenül jártam a Liberty City utcai Gracie, mert már annyira elemében érzi magát. Jó, hát akkor hívjuk fel Gracie-t, és akkor kicsit rabolgassuk elfele. Egyébként is le akartam már cserélni ezt a pudvás buszt. A kocsi miatt hívlak, valahol itt lakik, azért járkálok errefelé. Igen, most éppen egy buszt vezetek, de hát kirúgtok az állásomba, buszsofőr voltam. De általában mindig vittem hazafelé az éjszakai munkásokat, azt elaludtam a volán mögött. Ütöttek lefele, mindig adtak egy tockost, ezt így felébredtem, nem alszom, mondtam, de aztán hazudtam, mert minden, meg sokat iszok, az a baj. Most is már neki mentem valaminek, szóval lecserélem ezt. Nyugdíjba vonulok és veszek egy rózsaszín kábriót, és megyek majd a nevadi sivatagba, közben éneklem majd ott a kaktuszoknak, a sivatagi rókáknak. Always a raining day, tü-tü, majd in the desert sun, my skin red again, in the desert. Na, de akkor raboljuk el Gracie-t. Az a baj, hogy valahogy a kocsit megszerezni kell, ez a rózsaszín kocsi. Én azzal meg akarom lepni két itt mondjuk. Ha nyomozzanak lefele minket, az nyíljanak ki fel a picsába. Az lesz a legjobb. Na akkor itt legyen Gracie. Na ez a Ancelotti Mafia területe. Vigyázzál, hogy már a mászkálsz, mert itt könnyedén lehull a hajadról a fej. Szóval nagyon vigyázzál. Na akkor jöttem, mert nem alszom. Jövök kifele, ó, hát ilyen elegánsan, stílusosan érkezvén. Hát igaz, nem kell emelet felrobbantani, nem ilyen meg Gracie. Na mindegy, Gracie, az meg ki az a csöves, ott egy betörő. Ott volt a betörő az ablakonnál, Gracie be akar törni, el akarja vinni a vibrit. Ne engedd neki. Mehetünk egy próbakört? Amúgy valami ilyesmire hasonlítottam Gracie-t, nem egy izére. Egy Jennifer Aniston-ra hasonlítottam ezt a csaj, de eléggé formás. A családom olaszból származik, mert a szalámiból. Az enyém izéből, a disznósajból, na de ez más. Akkor vezessünk a partra, még partra, tiszta ilyen romantikus kis kocsikázás. Ó, tényleg egy, nem lehet Gracie-vel esetleg elsőként randizni? Szívesen elviszem mondjuk egy detoxilálóba, vagy valami. Hát igen, kicsit amúgy 5%-ba homoszexuális vagyok, ezért szeretem ezt a rózsaszín járművet. Micsoda úriember, jaj, köszönöm szépen. És próbál betartani a crest. Takarodja! Általában nagyon ideges, amikor vezetek, bocsánat Gracie.
Az apám eléggé régi módi. Hát itt is a maffia egyből ragadt ránk, az apád. Aha, igen. Meleg fickókkal lógok. Aha, igen, hát a gétonékkal, így van. De Louis-t is melegnek titulálod? Ennyi. Itt átvágunk, mert általában sok a gyerek, üssük el fel őket. Így van. Ami itt van a börtön, Gary éppen kukucskál kifele. Na, sikerül ma a meló neki, vagy nem? Igen, Gracie-nek hívnak. Jól van, Gracie. Ezt megbeszéltük. Itt az idő az emberrabláshoz. Ja, persze, hogy én fogom kifizetni az újrafestést. Majd megvárom, hogy nagymamám elhalálozzon, azt a őpén nyugdíjából majd kifizetem. Na, de akkor már itt az idő az emberrabláshoz, szóval cserél, csak eljöttem el. Hello, Gary, takarítsad kifele azt a slozit, mert így nem fogsz kiszabadulni egy könnyedén? De minek kellett elmondani neki ezt? Annyira nem értem, hogy ezt miért kellett elmondani Gracie-nek. Na, egyből bevágítani Rinyát. Minek kellett ezt? Ez olyan hülyeség volt. Most itt fog lögdösni minket. Ezért útam ezt a küldetést annyira. Itt fog össze-vissza lögdösülni. Az nem baj, felrobbanunk neki még a benzingúrnak, vagy egy törött szárnyú kis gálicének, nem baj. Itt ugrál össze-vissza, mindjárt mondja felhívja az apján, mert minden még lassacska, ami a providendet is kölcsöni. Hagyjuk már, na hát már lögdösődik. Ez minek kellett? Egyébként úgy kellett volna, hogy én a Isten nyilát már! Egyébként én szabom meg itt a dolgokat, hogy hogy is mint legyen, és akkor egyből elvittük volna a házhoz, ahova el kellene rabolnunk alapból. Nem ittem még a partra visszük, mert minden, aztán itt lehull a lepel, mert minden. Ez olyan hülyeség volt. Valami nem lehet altatógáztani neki, vagy nem tudom. Vagy én ugrok ki, vagy ő. Nézd már meg, hogy mit csinál! Ínye. Baszki! És az a baj, hogyha megállunk, akkor egyből kiszáll. Ez még ilyenkor öntudatán kívül még a hídra is leugrana. Nézd meg, nem lehet irányítani ezt a rózsaszín felzárt. Nem elég, hogy a rózsaszín színhez hozzányúltam, még irányítani kell is ezt a vackot. És nem lehet, mert itt a lögdös. Nyugodjunk meg. Nem a ő tiszta falfeje, de az én fejem már tiszta veres. Jaj, én Gracie elszelőtti vagyok, és én... Kus. Már angolul akartam menni, sus, meg ilyesmi, de nem vált be. Na végre! Na, most már ez tényleg egy ilyen gyönyörű kis romantikus kis kocsikázás. Nem egy kis maga orra lyukába megy. Little Jacob, gyere te is, rasta! Megyünk, merre menjünk? Striptease bárra? Gracie fog táncolni, ön tudatán kívül, be van ginásztatva. Most nem Gracie, nem Gina Ancelotti. Na, és megint lögdösődik is a feje. Nézd meg! Úgy csinál, mint egy bólogatós baba. A Far Cry 3-ban a kocsiban volt ilyen bólogatós babám. Hoppá, nézd meg! Ó! Így amúgy még el is lehetne viselni ezt a Gracie-t, hogyha egész nap így aludna, vagy valami. Nem? Így milyen nyugodt. Hallod? A hiperaktív kisbaba nem ilyen nyugodt, mint most Gracie. Így tényleg. Így azt mondom. Ez igen. This is Gracie Ancelotti, man. Ne nézzetek. Ütöm az asszonyt. Azt akkor mi van? Ne nézzetek. Már titeket is leütlek, mennyi? Fogd azt a aktatáskát? Fogd azt, mi van benne? Micsoda? Biztos nem méz van benne, nem vagy te mici backó. Mi van a aktatáskában, mi? Laptop? Koriáltas processzoros laptop? Akkor ellopjuk. Na, és akkor ide kellett elvinni Gracie-t a menedékházba. Hát ez neki nem valami menedékház, elég is egy több hét keresztül itt fog menteni. És nem is az ágyba, de hát ez már nem a mi bajunk. Nem tudom, amúgy egyébként majd mindjárt elmesélek egy kis sztorit. Hát ezt a izét, nagyobb zsákokat vittünk már annól, mikor még a gabonát pakoltuk a farmon. Csak elbírjuk ezt a 40 kilót. Hát igen, már be is kötöttük. Ugye, hát nem a fejét, mert nem a feleségünk. Amúgy ébren van, úgy látszik, vagy nem tudom, teljesen, ha azt hiszi, Gracie, hogyha szoborra változik át, akkor elengedjük, mert a szeme az nyitva volt, szóval, az nekünk kell, az a kocsi, bazd meg, baszki, takarodjál már, Istenem, Gracefulitéken, nem a achievement pont kell nekem, hanem a kocsi, várj, ne menj el, nehogy felhívjon most valaki, ne nyílj ma, peki, anyád izi, anyád belefújta az órát a levesbe. Hagyjad magad, ne, el fog menni. Hova tűnt? Ott van, láttátok? Ott volt, nem megy el, távcsöves puska, újra cselek a küldetés, nem lesz meg. Megvan, nem baj, hogy ír embert nyíltunk ki. Pekinek a legjobb spanya volt, együtt kocsmáztak, de franc ügyel, nekem kell ez a kocsi. Jaj, ez nem egy dagat rendőr, ez változatosság.
Hú, és még azt mondják, hogy olyan monoton a GTA 4. Isten, nézd már meg. Olyan fürge ez a rendőr, hallod? És szerintem még elmehetett volna ezért rendőr kutyának is, nem csak simán rendőrnek. A csaj is így szétei megállt, leblokkolt szerintem. Jó, hogy nem törte ki a lábát, ahol nagy izé kioszott maga a sarkúba. Na. És akkor miénk Gracie elszállotti kocsija? Hát mondom, hát nekem kell ez a kocsi. Hát azért mentem eredetileg. Mit érdekelt engem, hogy elrabolták, vagy nem rabolták el? No, kérem. Na, Gary nem ad küldetést egyelőre. Ezt szépen letesszük. Tudjátok, ez nem nagyon feltűnő ez a jármű. Azért akarták gondolom így bezúzatni, vagy valami, mert hogy ne akadjon a maffia az írek nyomába. Nem, elszállítjuk szépen, majd itt járkál a Ancelotti maffia, egy rózsaszín felzár. Ez nem a Gracie kocsia volt? Nem. Ancelot nem. Ott egy ugrajtó. Nem próbálkozunk az ugrajtóval. Roman! What is that, Strava? Nem menjünk bowlingozni. Tudtuk. Biliárdozni. Roman. Hallod? Esetleg akkor biliárdozok, hogyha majd a makkorod, a golyódot kiteszed a biliárd asztalra, és akkor majd biliárdozunk, jó? De nem. Egyébként, köszi. Jó, Roman nem, már nagyon régen voltunk bárhol, akárhol, anywhere, de akkor is nem. Most Ray Bocsinóhoz megyünk, hiszen már nagyon érdekel a gyémánt így, hogy akkor hogy alakul a dolog. De egyébként majd mindjárt Roman megint visszahívom. Hát különböző dolgok történtek itt a jövés-menésben. Egyébként azon filozofáltam itten tegnap olyan 15 óra 15 környékén, hogy ugye én azt mondtam, hogy Gracie Ancelottit azért rabolják el az írek, hogy pénzt szerezzenek a Ancelotti maffiától. De hát bankot raboltunk. Istenem, minek kell nekik ennyire pénz? Ha meg akarják venni a szabadságszorot, hogy mi? De utána majd később kiderül, hogy a gyémát miatt fogják, vagy nem tudom, eredetileg, ezek szerint nem. De a végén a gyémántok miatt fogunk üzletelni az Ancelotti maffiával, mármint nem a maffiával, de ugye a gyémántokért cserébe fogjuk visszaadni Gracie-t. De a gyémántok még nem a Gatoniéknál vannak, hiszen még Ray Bocsinónál vannak a gyémántok, szóval most nem értem, hogy most eredetileg most miért van elrabolva Gracie? Mert még a gyémántok nem a Ancelottiéknál van, hanem, na mindegy. Kicsit ilyen ködös, mint annó történelmi órán a francia szabadságharc tanulása, de jó. Hú, de bőget, hallod? Cross motor nem bőget ennyire, mint ez a motor. Na, Roman megint feljük, hogy elmondjuk, hogy éppen emberrablás keretein belül vagyunk. Kérdezhetek valamit? Jaj, gondolom azt, hogy milyen életed volt, mikor elraboltak. Egyébként nem is tudom, hogy Roman szerintem sokkal rosszabb helyzetben volt, mint Gracie. Azért Gracie-nél már még kinyolják a seggét is, miközben el van rabolva, nem hiszem. Amúgy, hogyha nem nagyon ugrabálna meg minden, szerintem még simán így el is, így szabadon is közlekedhetne, nem lenne egy székhez kikötözve, nem lenne felpeckelve a szája, meg minden, de hát annyira ugrál, ilyen nagyon ilyen hiperaktív, ilyen részegesnek azért most nem nevezhető kiskulva. Szóval ezért van megkötözve. De egyébként Roman most már látom, be van szalva egy kicsikét, hogy a Ancelotti maffiával szórakozunk. Hát igen. Igen, mert általában Roman issza meg a még nem csak a puput teve tejét, hanem a mi balhéknak a tejét is. De hát nem lesz ebből nagyon nagy probléma. Múzeumi darab. Még egy olyan küldetés, amit nagyon emlékezetes. Egyik legemlékezetesebb küldetés ez a küldetés a bankrablás után szerintem. Agarago. Na nézzük, hogy ebben az étteremben a gyártyák után mi még a nagyon szexi. Jaj, hát éppen nem is tudom, idegesítő nőszeméket raboltam el. Jó van, nyugalom, Ré! Nyugalom! Követtek? Nem hiszem, hogy követtek, mondjuk egy-kettő ilyen izé kóbor macska itt a járkál a éttermed előtt, az be akart jönni az étterembe. Amúgy micsoda, cigizik minden, hol a szakács? Megettétek, hogy mi? Te főzöl, te csinálod a pizzát, te sütöd? Bocsinó. Akkor elintézed azt az embert? Hm?
Már úgy látszik a nemzetbiztonsági BT vagy micsoda, nem nagyon akar ezzel foglalkozni. Segítesz vagy nem? Mert akkor megyek. No! Na. Erre még emlékeztem, hogy Nikon nagyon rá förmed. Hú, most Nikon már nagyon izében van. Hallod? Na végre! Megtalálja az emberünket, aki ugyebár elárulta a csapatunkat, a osztagot. Floriannek hívják. Mit nevetsz? Mi? Ray Vachinónak hívják? Mi? Nézd Aladának. Így van! Így van, beszédhiba, level 1000. Ne fogdossál már! Ütöget! Ez mindig ütöget. Mi vagyok én, izé? Teri Mac. Isaac, igen. Jó, ő veszi meg a gyémántokat. Ja, Johnny is ott lesz? Ugye az a Johnny, akivel egyszer már találkoztunk. Hát igen, már még Ray Pacino nem fizette ki, hiszen Johnny szerezte meg neki a gyémántokat. Johnny tette a kuka a zsákokba. Oh. Very funny. Ez egy pizzát adhatná közben, még fizetségül. De nem ezeket a pizzákat. Ki tudja ebben hányszor bele izé recskázta. Nyomjad, mint süket az ajtót. Na. Amúgy szerintem most tuti, most Johnny-t hívja fel, mert a Lostan nem de DLC-be ugye úgy kezdődött ez a küldetés, mert hát ugyebár Johnny Kravitz is benne szerepel ebbe a küldetésbe, hogy felhívja Ray Pacino és akkor ilyen Raymundo. És akkor mondja a Ray, hogy találkozzál Nikóval a Libertonia múzeumnál. Igen, múzeumban megyünk most, így van. Jó fele... Hagyjál már GPS! Maradjál már magadnak! Anyádat feltel meg, apádat ne engem. Baszki. Mondjuk lehet, hogy igazat mondod, nem baj, átvágunk. Itt simán átmegyünk, hallod? Nézd meg. Munkások izzadnak lefele. Alig bírják. Már csak azok gondolkodnak, hogy jó lenne majd egy kis májat meg zúzát majd vacsorára enni. De mi megyünk, mert mi gangsterek vagyunk. Hoppá, annak már majdnem neki mentünk. Bukós és akkor hol van Nikó? Na mindegy. Ugye Johnny Krebs nem kell mondani, hogy ki ő. Ugye bár Elizabeth-nál már találkoztunk, ugye a rosszul szarul csináltuk meg azt a üzletkötést, mivel rendőr volt az egyik gangster. Ó, úgy látszik már itt van Johnny. Oké, hát akkor mi szépen elegáns itt. Oda battyugunk, mint hogyha mennénk bort venni. Aztán itt is vagyunk. Hát egyébként mi nem vagyunk valami jó duó, mert szerintem most sem fog a lehető leg stílusosabban menni az egész. Na hát itt vannak a zsidó barátaink. Így van. Na, ide fel a pénzt. Nem érdekel, hogyha mit tudjam én megvakargattad a töködet vele, úgyse az én pénzem lesz. Na nézzük. Ó, csodálatos mi. Nagyon csodálatos. Ó, most tiszta ilyen Vice City, jutott eszembe a Vice City eleje. Na már mindjárt jönnek Diaz emberei. Na, Isaac, papa, ne. Mi most kellett felszedni a szegény. Most lehet, le van esve a vérnyomás, az ilyen dekoncentrált. Ó, ez beautiful, jaj. Ez meg ki a halál. Takarodjál már visszafele a meleg klubodba, bazd meg. Azt... Johnny elvitt... Jaj, Johnny elvitt a pénzt, baszki. Még én közben ilyen ujjamat leveszem itt a idegességembe. Azt gondolkodta, hogy fejemet a falba verem, mérgembe. Ez fasza. Most Johnny tényleg elvitt a Ray... meg a pénzét? Mondjuk mit érdekel engem? Nem az én pénzemet vitt el. Az a legpoénosabb, hogy a zsidó meg elvitt a gyémántot. Na mindegy, az mondjuk minket nem érdekel, mert nem a mi gyémántunk volt, mert nem a mi pénzünk. Szóval, oké. Igazából azt is lenne mondani, hogy a mekkora köcsög. Te nem meghaltam egyszer? Hogy a gyémánt, a üzletkötés az jól sült el, nem? Hát csak más vitt el a pénzt. Meg a gyémántot is. Na mindegy. Igen,
Az első szereplése, a másik szereplése, uram, bocsáss meg, bűnümet, mondörök, amen. A másik szereplése Luis Fernando Lópeznek megtörtént, hiszen ő az a kis langyi gyerek, aki Gaetoni szárnyai alatt növekedett fel, de nem úgy, szerencsére, mert ő igazából lehet, hogy ő neki van a legnagyobb lompos itt Liberty City-be, azért Nico szerintem te is azért eléggé szégyenben maradnál Luis Fernando Lopez fütyköse mellett, de egyáltalán ez se érdekel minket, esetleg ha Bruce-it vagy Robert érdekli, az más, de minket ne. Annyi a lényeg, hogy jussunk már ki innen, oké? Szépen, nem baj, több millió dolláros anyagi kárt csinálunk Mr. Allen bácsinak. Tiszta ízé, megint a Jurassic Parkból érzem magam. Egyébként jön majd ilyen stratégiai játék, Jurassic Park valami ilyesmi lesz a neve. Igen, dínókat kell majd stratégiáznunk. Majd összekeresztezem a Triceratopsot a T-Rex-szel. Iskolában nem volt ilyen idegesítő az a riasztó, mint itt. És egyébként szerintem ezek... Hát nem tudom, ezek a zsidó emberek? A zsidó emberei, vagy a Ray Bocsinó emberi ezek? Nem tudom, mert hogyha gondolom nem Ray Bocsinó emberét nyíljuk kifelé, mert azért az nem lenne valami jó garancia a fényes jövő zálogául, na de mindegy. Fel kéne venni, valamelyiknél Magnót láttam, ugye, hogy Magnót láttam? Jó a szemem még, vagy? Ott a Magnum, így van. Jaj ne, de ilyen dagadt kis vizilónak a Magnumját vegyük fel. Jaj, csendes éj! Ó, alszik már a sok szemfiáról sügér! Ja, hogy Liberty City-ben vagyunk. Ó, és akkor megvan Magnumom. Céllövészet. Frappáns. Az kicsoda? Esetleg a Santa Claus? A Júlu Pukki? Hát szerintem a Júlu Pukki lehet, mert beírt a Baguvixot. Na, oké. Kijutunk. Egyébként ilyenkor fel lehetne hívni Dwayne-nek a segítségét? Na mindegy, el ide hogy jön ebbe? Hagyjál már. Fekák nem mennek múzeumba. Bejönnek ide múzeumba, le egyből azt hiszik, azok rabolni mennek! Mondjuk, ne zavarjon minket az, hogy alapból ide már gyilkolni jöttek be az emberek. Mennyi sok ennek a zsidónak mennyi emberé volt? Hát jó, pénzelni ezért tudott. Te töltsél már újra, Nico, ne itt beszélj! Lassan elmesél, hogy mit evett még izi annó még Kelet-Európába. Hagyjál már, vagy Kelet-Európába? Hát kb. Ott, igen. Sherlock tud... Ja, nem Sherlock. Jó, oké. Hú. Pajzs, az kell. Biztos ezzel tisztították a dino csontvázat. Nehogy már itten ugyebár. A végén még itt a Liberty City-s polgármester nyugodtan aludjon éjszaka. Kibaszottul. Ezt azért, mert mindig mocskos húsevők voltatok. Azok voltatok! Az Lukába! Hát de nem? Baszken, hogyan vagytok? Lassaskán, mert itt a izért kéne hívni. A Jézuskát, meg a Mikulást, hogy segítsen nekünk, terelje már el ezeknek a figyelmét, mert nagyon sokan vannak. Az FPS meg kétózatosan, megint szar. Johnny Krebitz idejött, épületbe megint. Kevés az FPS. Johnny hozta. Hú, a subája. Egyébként eléggé nagy területet foglalnak el ezek a jó legények, szóval könnyedén el tudjuk őket találni. Hát úgy is lenne mondani, hogy eléggé sok vattacukrot megettem már életük folyamán, eléggé dagadtak. Na, nem mondunk ilyet. Hallod? Na ezzel a kézzel, karommal kéne Alexnek a nunájába belenyúlkálni? Hát nem? Na, dehogy nem. Na, már kinyitották nekünk az ajtót. Tiszta fotocellem minden. Egy túlélő itt van? Itt egy túlélő, mert valaki belelőtt. Ki lőtt belénk? Az ki ott?
A Johnny Kravitz volt, láttátok? Ezt tekerjétek vissza. A Johnny Kravitz volt. Tuti ott futott. Ez igen, ez szép. Luis Fernando López meg ottan fentől nézett Milánk. Igen, ez az első küldetés, meg utolsó is, amiben mind a három GTA 4-es főszereplő benne van. Nikótól kezdve Luis Fernando Lópezig bezárul van. Nem tudom, hogy éjszaka folyamán mi a jó Isten kell a közmunkásoknak itt. Baszki. Baszki, 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 baszki! Taka, taka! Mert igazából itt olyan 22 óra lehet. Igen, pont 22 óra. Ebben olyan profi vagyok, mint annó a UNO-ba. 22 óra lehet, de nem tudom a közmunkás, hogy mit csinált. Éjszakai molylepkéket kerget, vagy mi? Ó, a motorom megmaradt. Baszki. Lehet a rózsaszín felzerrel kellett volna jönni. Oké, okay, és akkor tütű, 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 tütű. Na-na-na, na-na-na. Na-na, hoppá. A végén. Na, gyia! Gyerünk már! Bezsi! Oké, okay, sikerült. Na menjünk már innen a Central Parkból. Nem azért, mert egy nagyon sok örömlány, hanem itt kevés az FPS. Ezeket ugye nem kell kinyírni. Nem akarok kinyírni több embert. A végén még éjszaka megöl a lelkiismeretem. Mondom, nem akarlak kinyírni titeket. Hagyjatok békén, jó? Kergesetek Central Parki Achievement Unlocked Impossible Trinity. Hát igen, a verhetetlen hármas. Igen. Na hát ez egy nagyon emlékezetes küldetés volt. Cipófej. Előbb még Oroszországban voltam, most már az elmegyógyi intézetben is. Ó, az az igen, azt jó elmondja, kibaszott. Na hát igen, ezzel, hogy elvitte Johnny Kravitz a pénzt, ezzel eléggé, hát hogy is mondjam, kicseszett magával. Alex, gyere, esélyben most szépen elviszlek valahova. Mert igazából ez fogja a Liberty City-be a Lost-nak a végét elhozni magával. Mert a maffia, a Pegorino család kibaszottul elűzi a Lost-osokat Liberty City-ből. Na de mindegy, ez Johnny Kravitz hozta a Lost helyére, nem mi. Johnny Kravitz-el már soha többé nem fogunk találkozni. Nico Bellic szemszögéből. Brucey, mi van? Jól van, Brucey, mi van? Unod magadat? Nem volt elég a napi 500 fekvő támasz? Jó, oké. Okay. Mondtam, hogy nem akarom már veled foglalkozni. De kíváncsi vagyok, hogy mit mond majd Alex a motorra. A 5 éves unokahúgom vezeti a motort. Ó, hogy kiöltözött, hallod? Felvette megint asztalterítőt, szoknya, gyanánt. Ó. Jaj, Michelnek volt ilyen bogós, és aki a franc egyebek. Ma tudtam a gyerekkoromra, mert mit csináltál a gyerekkorodban ilyen motorral, bazd meg? Mit csináltál? Azon aludtál, vagy mi? Na először étterembe vittük, most tuti nem viszem étterembe. Hagyjál már! Visszük bohembe! Burger shotba. Ja, really fucking, 15 FPS. Really fucking. Vehetnék ilyent a pucinak. Hú, de le van esve az FPS. 18 FPS. Jó, mert esik az eső, meg éjszaka, éjszaka. Éjszaka. Éjszaka, éjszaka. Aj, éjszaka. Bocsú, ne kömentél. De nem ezt akartam, hanem jó. Nem fogjuk azért most így visszaállítani a grafikát 1287-20-ra. Abból nem eszünk. Abból nem eszünk. Na, lehet, hogy Alex Bohemba még nem is járt. Leteszi a lábát Bohemba, szerintem egyből elsorol a lába, hogy valami. Bejön a klinikai halál Alexnél. Hát nem tudni, hogy hogy fog erre reagálni. Jó, tudom, Norbi, ott volt a burger shot, oda is lehetett volna vinni, de nehogy már. Hát Bohemba nem jár kell ez a csaj. Úgy Carmennél is milyen régen voltunk már. Emlékszik szerintetek még ránk? Remember me? Vagy nem? És tuti nem fog tetszeni neki ez a burger shot. Koszfészek! Jaj! Ilyen csajokat kéne amúgy
Richfordre rizset szedni, elvinni dolgozni. Igen, sokan megeszik ezt a kaját, tudod? Például Roman Belik unokatestvérem. Hát azért vagy 30 kilót ezeknek a srácoknak köszönhet Roman, ha nem 40-et. Na minden, nem tetszett neki, tudtam, tudtam. Miért is tetszett neki, legalább egyszer javulna meg ez a mocskos. Őt is el kellett volna rabolni amúgy. Közben ilyen elektromos lelocsolni, minden az közben ilyen kicsit elektromos sokkolóval izgatni a fantáziáját, de tényleg. Na mit dumál megint? Egyéniség. Nyakam ember van görcsölve. Na, és akkor én is egyéniség vagyok? Na, kicsit gyorsítsuk már, ha már egyáltalán nem érek a mondókája, mert 14 FPS, 13 FPS. Egyre gyorsabb vagyok, egyre zuhan le fel az FPS. Hát ennek a mondatnak kb. Annyi értelme volt, mint eső közben locsolni a tulipánt, de jó van. De kíváncsi vagyok, hogy így beengede. Tuti nem fog. Engedj be a lakásba, nem harapok! Ja, nem tehetjük meg. Biztos beszart a kiskutya, azt nem engedi, hogy felmenjünk. Na, mutasd azt a büdös pofádat. Ez az, jól van, ez az. Na, kivetted a orromból a fikát? Kiszívtad? Kösz, hello. Na, Roman! Megint beszédem van veled, hallod? Olyan dolgok történnek megint velem, hogy... füled kétfelé áll, hogyha meghallod. A bérgyékosok világában! Mi van, Roman? Túl sok ott Tom és Jerry? A Pegorino családban. Kedves Roman kazin. Igen, aki elrabolt, mivel Johnny rabolt el Romant. Azóta is megvan még Romantnek a szaros fehér neműje. Hát már nem nagyon háborúznak a Angel of Death-tel, hát már lassan így... már nincs is Lost a városba. Ja, hát igen, megérkezett a dominikai srác. Invested the money? Don't kill him! Vagy nem tudom, hogy dumált. Olyan mély hangja volt, mint a Transzi Karcsinak. De hát igen, el is vitte a gyémátot. Réba Csinó szerintem ezen az éjszaka nem nagyon fog aludni. Főleg, hogyha már a tökét vakargassa egy szár piszkavassal a főnöke, Pegorino. Mit csinálta? De miért idejött, amikor itt nem ad senki se küldetést? Na mindegy. Akkor visszamegyek. Pajzs is kell. De taxival. Taxi? Taxi? Kukáskocsi! Kukáskocsi! Én kukás leszek Liberty City-ben. Ez még mindig megmaradt. Kár, hogy nincsenek ilyen mellékkövetések. Ez a kukás is aztán tud vezetni. Vinnagy pózna már ki van dőlve. Na nézzük akkor, kedves barácsom. Hello? Kap be a virgácsom. Én ide szeretném menni. Mert azt hiszem ott van a pajzs. Nem Rio Chinohoz megyünk, oda megyünk. Jó, ügyes kis taxisofőr vagy, jó van. Oké. Itt vezetni kell, mert látszik, hogy bolond. Oké, szépen. Jó, de szép volt. Én meg rossz felé jöttem a francba. Egy pár méterrel tolasson már. Menjünk már arrébb, köszi. Ja nem, jó, oké. Bocs, most én voltam elizélve. Terelődve, mint ugyebár az a bizonyos vándorsólyom, mikor a részeg gazdája rossz címre vezényeli a madarat. Oké. Következő rész hamarosan itt lesz, Réba Csinó. Ha nem szerzed meg a gyémántot, meg dög lesz. De ez így van rendjén. Meg lehet, hogy még mi is, ki tudja. Eléggé benne vagyunk abban a kibaszott lekvárban.
Na de majd meglássuk, hogy akkor mik történnek. Az biztos, hogy nem a következő részben nem fidget spinnerzni fogunk egész részben, mint most sem. Egészen szerintem meg így láz vakarjad, Nikó. Ilyen szép álmokat kívánok ott a székében. Azt kívánom, hogy sok kámaszutrát olvasson el a fogság alatt. Hát legalább megtudja, hogy milyen a börtön élet. Hogyha, jaj, kukás, kukás nem kell, kukás nem kell. Akkor legyünk ebbe a Al Pacino-s ruhába. És akkor mindenkinek kellemes jó éjszakát kívánok. De csak a Liberty City-s embereknek, akik nem élnek. A igaziaknak nem. Nektek lájkok osztását kívánok. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Megesik az ilyen, hogy ennyire elcsesztetek az időtöket, hogy Gaeta Norbi videókat néztek. Mit mondjak mi? Sziasztok mondjuk. Az úgy kedves, nem? Cuki. Nem? Like. Sziasztok.